Na csácsom, hogy jöjjön a csokolád és traktorkerék, szevasztok papikáim, Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 17-tel, és csapjunk is bele a lecsóba, egyből nyomjuk ugye a vetést, mivel szeretnénk nagyon gyorsan sok pénzhez jutni, és nagyon szeretném elkölteni a pénzt olyan dologra, gyerekek, ami nem biztos, hogy nem biztos, hogy jó, hogy én arra szeretném elkölteni. Szeretnék egy ilyen bázist kiépíteni itt ugye a 21B jelű földnek a, mondjuk 21B-nek, ugye annak nem vesztük, igen, 21B-nek annak a végébe, ugye itt már elkezdtem itt építkezni közben, ugye, de még több dolgot szeretnék itt megoldani. Ugye most egy kicsit el vagyunk havazódva, mivel még nincs elvedve ez a föld se, úgyhogy el kéne vetni mind a két földet. Mondtátok, hogy ne csináljam azt, hogy így félig vannak elvedve, és elkezdem aratni, mert tök idegesítő, és lehet, hogy igazatok van. Úgyhogy ezt lehet, hogy megoldjuk, hogy elvetjük az összeset, akkor kezdem el aratni, és akkor egybe le lesz aratva. Igazából, hogyha ez beérik, akkor kellene aratni ugye ezt, és akkor utána közben megpörgetni addig azt, amikor ezt beveti talán. Nem tudom, hogy lenne jobb. Minden esetre ezt idehozom, hozom ugye a nyerges vontató. De ez nyerges vontató. Gyerekek, olyan szinten bele vagyok keveredve, hogy hol vagyok, hogy ezt el nem hiszitek. Basszus, itt vissza tudok fordulni? Jaj, de imádom ezt. Ja, meg mondtátok, hogy többet vezessek belső nézetben, az tök jó. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom alkalmazni. Mint a jó kis egyes földünk egyébként. Az egyes földön nekiállhatnék erdészkedni. Azon filózok, mert akkor ugye az teljesen külön gépeket követelne meg az erdészeti munka, és akkor az egyes földet mégiscsak tudnám valahova használni. Úgyhogy ez nem lenne egy rossz dolog, viszont a kultivátort ahhoz át kéne rángatnom ide, úgyhogy nem tudom, azt lehet, hogy el lesz vedve ez. Mármint el lesz vedve ez a terv. Nem a föld lesz elvedve, hanem a terv. Remélem, jól hallottak meg minden. Tényleg olyan régen volt gameplay, hogy már az sem arra... Jaj! A forgalmat nem kapcsoljuk ki. Pont írtátok, hogy... Tudom, hogy ki írta. Igen. Aki a két palac bort küldte, ő írta, hogy a forgalmat lehet, hogy érdemes kikapcsolni, de akkor így elveszti a hangulatát a játék, olyan kihaltnak tűnik az egész, azért emiatt nem is fogom kikapcsolni. Oké, gyerekek, itt átvágunk. Tudom, hogy nem vagyok túl hiteles ezzel, de akkor is. Valaki írta, nem is tudom, az egyik videó alá, talán az utolsó alá, hogy hát miért nem válasz bérmunkát, hát szerintem ebben a sorozatban kb. Az összes részben bérmunkát vállaltam, azt nem is tudom, hogy miről beszélt az ember. Hát mondom, jó ember. Tétüdődj, hogyha nem vállaltam bérmunkát. Jó, hát itt megállunk, és akkor nem tudom, gyerekek, kellene valami. Én azt gondoltam, hogy ide építkezek tovább, de nem tudom, hogy megéri-e. Júj, gyerekek. Lassan végez. Nem akarok belepörgetni. Na, meg... De most mi... Ja, igen. Igen. Ugye ez a hátránya a Big Badnak, hogy meg le kell húznom a végét, mert ugye nem tud elfordulni. Ami nem túl jó dolog. Mindegy, hát de legalább pusztul vett, ugye, nem tudom, hogy nyertem egyáltalán ezen. A másik földön biztos nyertem, ugye. Hát földet kéne venni meg még ráadásul, az sem lenne egy utolsó szempont. Meg ez az erdészkedés, az nekem bejönne. Igazából, hogyha közelbe tudnék venni egy kisebb földet, talán az sem lenne rossz. A 9-est azt mennyire árulták, gyerekek? 9-est azt mennyire... 9-es alatt viszont van egy terület, amit be tudnék szántani. A 9-es alatt van egy terület tényleg, amit le tudnék szántani, aztán az lehet, hogy jó lenne nekem. 9-es az mennyibe fáj? Szerintem a 9-es... 80 ezer az nem sok. Viszont a 9-es alatt... Van itt egy elég nagy terület, csak az a baj, az is szerintem be van be van kerítve, bore! Mit beszélsz, Keeper? Nem hiszem el. Ma olyan jól esett egyébként valami, nem tudom, remélem nézi az a
az illető a... Sőt, kettő dolog esett nagyon. Joppá, felugrunk a tetőre, beszarok, föl lehetett ugye. Oh, oh, hát ezt nem hiszem el, oda nézzé. Na, itt van ez a terület, nézd. Ez erdészeti munkára tök jó lenne, de ez egyébként olyan, mint valami karán. Hol ennek a bejárat? Das ist bejárat. Ezt, ja, mennyire kell a izének kultiválni? A csemete dolognak. És az, hogy egyébként ebbe a sorozatba, a 17-esben még soha nem vetettem fát, vagy nem ültettem fát. Ja, azt akartam mondani, hogy tök jól esett, kettő dolog is ma, mentem Zegre. És először találkoztunk a Tesco-ba egy sráccal, nem kérdeztem meg a nevét, és jött oda és mondta, hogy hú, csinálhatunk veled egy közös, vagy csinálhatok veled egy közös képet, és tök aranyos volt. Mondtam neki, jó, ezt írjuk, csináljunk, mert nagyon ronda vagyok. És akkor meg a krúzos videó alá, tudjátok, a mentós videó alá, ami most került fel, nem olyan régen. Bocs, hogy itt zörgök, lehet, hogy zörgök. Még próbálom állítani be azt a mikrofon, de nem nagyon sikerül. Na, az alá is írt egy srác, hogy láttalak a kórháznál. Tök jó, jó, jó érzés volt. Ez most, de jó, igen, ez ilyen hiúság dolog. Kár álszentnek lenni, ugye ez leginkább hiúság, de az embernek jó érzés ilyen, hogy én nem is, nem tudom, én, ja, hát most ugye az ember azt mondaná, hogy maga miatt törül annak, hogy ugye megismerik, és ez jó, tök jó érzés neki. De... Hát lehet, hogy ebben is van egy kicsi igazság, de nem tudom, én nagyon örülök neki. Nagyon durván tudok örülni neki, hogyha megismernek. És... Nem tudom. Ez valami gyarlóság, ugye? Ez az talán. Figyeljétek, a ház miatt nem húzta ki teljesen itt, még hát beszarod. De ezt meg fogja csinálni másik oldalra? Az jó? Azért, az nem csinálta meg a másik. Jó, hát ez elég foghíjas. Oda nézze, fog akadni, bazen is ponnan. Ez pont jól jött ki. És akkor még a nagyobb betűt akarok megvenni ehhez. Hát az érdekes lesz. Már hogy nekiállok egy kicsit erdészkedni, hogy legyen egy kis változatosság is, ugye azzal is. Meg azzal tudnánk keresni az egy olyan dolog lenne, ugye olyan projekt. Hú, gyerekek, meg. Nem. Ez olyan ötletem van, beszartok, gyerekek. Mi lenne, hogyha... Vannak ezek a nagy... Van itt például egy ilyen... Hát ez nem, ez kevés. Viszont van a másik föld, a 21-es, annak a végébe, vagy valahova... Valahova kell ültetnem nekem egy erdőt, én nem bírom ki egy erdő nélkül. Megyen a 9 és vegyük meg 85-t, összekaparjunk, és akkor azt nyomjuk tele fával. És akkor a 9-es az ugye elég közel is van. Ugye? Tele küldeném fával. A 9-es fölötti, és akkor teljesen ingyen lenne. 9-es fölötti gyerekek teleküldjük fával, és oda csinálunk egy ilyen speciális fafeldolgozót. Úgyhogy ez teljesen az én telephelyem lesz, ugye 21-es környékén itt meg kialakítom magamnak a telephelyet. Arra gondoltam, hogy ugye telepített doráló, ott lesz az erdészetem. Telepített darálóval, hőerőművel, mindennel, gyerekek. Úgy lesz, hogy a telepített daráló, nem, vagy pedig a darálóból a hőerőműbe egyből pumpálnám be az izét, cuccot. Jó, gyerekek, ez lesz a következő projekt. Megpróbálunk egy kis pénzt elemelni. Na, várjatok, ezt most én nekem manuálba le kéne húznom. Ezt a szélét, amit nem nagyon, ezzel a géppel nem nagyon tudom, hogy mennyire fogom ezt jól megvalósítani. Megpróbálkozunk vele, B-vel kapcsoljuk be. És B-vel engedjük. Hú de régen volt az, amikor már játszottam. Na figyelj. Szóval B-vel engedjük, hát remélem, hogy láthatlan vagy. Olyan sikerült. Hát gyerekek, azt a szélet nem tudom, hogy a túros fogom lehúzni. Szerintem egyébként, hogy nagyon brutál fordulókört tudunk ezekkel a törzscsuklósokkal tolni. Majd, hogy nem. Ezével le tudtuk tolni. Ott volt egy kis... Jó, ott ki is marad, annyi van, gyerekek, azt kész. Ezt nézed, hogy így vissza tudod fordulni. Jajajaj, várja. Felemeltem. Vissza tudsz fordulni szinte teljesen oda. Sőt, vissza tudsz oda teljesen fordulni. És teljesen kiúsztuk a széléig, az nagyon kemény megint. Ez jó. Akkor meg is vagyunk ezzel.
innentől már mehet szerintem az idő. Úgy gyerekek, akinek ez nem tetszik, de pörgetem az időt, mint a boront. Akarok egy fa. Egy faipari vállalatot, szó szerint egy faipari vállalatot ott a 9-es között, és az pont ugye a 21-esnek a végébe van, ráadásul. Igen, a 21-es végébe, ami ott van ugye vele szemben, kialakítunk egy gyakorlatilag egy faipari üzemet. Ja, az kell ugye fa ültetőgép. Azt nem tudom, fel kell-e szántani, vagy bárhova lehet-e ültetni fát. De én úgy emlékszem, hogy az nem kell kultiválni. Az egy nagyon jó dolog lenne, majd mindjárt megpróbáljuk. Ez viszont levettetem, és az jó lesz, mert ez már nem lesz probléma, úgymond. Én úgy gondolom. Ezt teljesen le fogja vetni, mert ugye el fog fordulni. Jó, akkor innen ugye a pénzgyűjtésre fogunk rámenni. Meg kellene nézni ezeket a tárgyakat, de ilyenkor megáll az idő? Nem áll meg. Még mindig nem tudom, pedig már mennyit játszottam vele. Jó. Ez külön kategória ugye, erdészeti felszerelések, és egy ilyen nagyon komoly technológiát kikérem oda alakítani ugye. Egy ilyen mindenképp szükségem lesz majd, amire nem egyből. Vághatsz ki fákat, ez nem, például nem kell szállítanom, ugye úgy akarom megoldani, hogy egybe helybe minden. Na például egy ilyen ugye kell. Igen, de kellene ugye hozzá egy olyan dolog, amivel tudom szállítani, nem tudom, hogy a izébe be tudom ezt szórni. Abba a nagy pótba valószínűleg nem, ugye. Ez a falprittő, ez fos. Hát legalább, na ez kellene ugye, Jens. Ez 64 ezerbe fáj, akkor így ki lehet számolni nagyjából mennyibe kellene a pénz, vagy mennyire kellene a lóly. Ez mi? Ez nem dolog. De viszont ugye vannak ezek a ketek. Azon gondolkodok, a ketekkel ugye lehet egy csomó mindent csinálni. Hol vannak a ketek? Kerekes rakodók volt, várjál. Azok hol vannak? Ez a vak vagy kipöre? Moré. Van egy... Most hol vannak a izék? Hol vannak? Na, égre az. Na, itt... Nem itt vannak a ketek? Hol vannak? Hol a francba vannak azok a ketepillárok? Ja, itt van. Compact rakodó. Na, ehhez van olyan, hogy favágó. Ugye ez például, ez nem egy rossz dolog. Mondjuk a legjobb egy izé lenne, mi? Egy ponsz. Ez GCB nem tudom mennyire... Ja, nem is kedv volt, hanem GCB, oké. Hát ez baromi drága, tök fölöslegesen drága. És ha mindent összevetek, akkor ennyi előbe veszek egy izét. Ennyibe kerül egy izé. Egy ponsz skorpió, mi? Ez lenne a tuti. Ezzel tudnánk termelni. Az lenne jó, ugye azon gondolkozok, hogy ugye, amíg én itt csinálom ezt a melót, addig tudnék ugye fát termelni. Kellene egy pont skorpió. Azt kellene, hogy kellene egy ültetőgép mindenképpen, ugye. Ez. 26 ezeret össze kéne kapni. Azon kívül most egyelőre nem kell semmi, amíg megnőnek a fák, meg minden. Ültetőgép kéne. Ezt meg, nem tudom, hogy mikor kellene elkezdeni, de még nem. Addig el se kezd, jaj, már megint ez félig van, ez a gond vele ugye, hogy ilyenkor elkezdem pörgetni, akkor itt már félig ugye be van. Ó, 26 ezer kellene, gyerekek. Mi van a raktárunkban? ₹15 000 árpa. De az a baj, abból tudod, mennyit fogok kiszedni, még 20 ezeret se. Egyébként is az is pénz, nem? Jó, elmegyünk, kiszedjük az árpát, hát most figyelj. Semminél jobb, nem? Menjünk. Szerintem a sílóból. Egyébként azt rüellem, hogy a síló az ugye nem itt van, és nem lehet telepített sílót rakni. Ez lehet, hogy be fogok modolni majd egy olyat, hogy ugye... Oh! Tudjak ugye sílót rakni akárhova.
Sílót? Síló? Volt egy, régen ez a sió gyümölcs. Jó emlék, nem tudom ki emlékszik rá arra a sió gyümölcsös italra, amikor ugye még nem ilyen dobozos volt, hanem zacskós. Ilyen, ilyen fémszínű-szerű zacskóban volt még a sió gyümölcsös ital. Nagyon kemény volt, és egy szívószál volt mellé tűzve, és az oldalába tudtad így beszúrni. Fú, de furcsa volt, fú, de... Nagyon fura volt. És azt, meg a zacskós tej, mi? Egyébként azt a zacskós tejről azt nem tudom, tudtátok, hogy az nagyon-nagyon ritka, mármint ilyen világ, globális szinten. Talán Magyarországon, meg na, egy-két ilyen elmaradott országban volt zacskós tej. És én emlékszem rá, amikor először jöttek be a dobozos tejek, hát nem arra emlékszem először, hanem arra emlékszem először, hogy az volt fura, most várjátok, be vagyok keveredve, hogy az amerikai filmekben nem zacskós tej volt, hanem nem izé volt, dobozos. Mondom, mi van? Mondom, dobozba tartják a táját. Hát normális. Hát ott nem a tejet kell dobozba tartani, hanem a... Hol a faszba vagyok, gyerekek? De nem is itt kellett lenni, mi? Ne itt kell az. Hát mondom, nem a tejet kell dobozba tartani, hanem a... Hanem a izét, a... Mit tudom én, mit a hungarocel vagy akármincs. Az a lényeg, hogy ne a tejet. Tejet ne tarts dobozba, tecskóba kell tartani a tejet. Na hát az nagyon furcsa volt, meg ugye üvegbe, ez megint furcsa volt. Ezek kizég voltak, érdekességek voltak nekünk. Azt nézem, mondom, megnézem, hogy mi a szitu. Na megy fölfele, jó. Akkor az Árpád kéne elvinni. És mindjárt esik, azt írja. Ja, és akkor bejött ugye Magyarországra is az izé a zacskós, vagy a dobozos tej. Hát az nagyon fura volt, az már izé volt, mert Amerika volt, gyerek. Dobozos tej az már full Amerika volt. Na jó, akkor ez úgy látom, ez fölfelmegy, akkor az Old Green-be kellene vinni. Mindjárt még mondom ezeket a dolgokat. Már nem mindegy, hogy Old Green vagy Old Break. Old Green, jó. Az fönn van, oké. Balra, és az elsőnél jobbra. Ja, ez nagyon fura volt, meg még ráadásul az még fura volt. Megnézem közben, hogy ez lassan beérik. Az még baromi fura volt, amikor bejöttek a izék, ilyen chio chipsek. Ecsém. Ezt el nem tudod képzelni. Ti nagyon sokan abban öltetek fel, hogy volt már chips. Hát nem volt. Az én időmben nem volt chips, hanem bejöttek a chio chipsek, és akkor az über menő dolog volt. Meg nagyon finom volt. Ugye ahhoz képest, amit itt megszoktunk, mit tudom én, volt kokó, meg volt valami pupfasztott akármicsodák. Ahhoz képest baszony, a chio chips az olyan volt, hogy dobta egy hátast. Akkoriban meg még szerintem még so, még durvábban tele volt cseszbe. Tudom, idesanyád az. Na és akkor most ott villogsz, jó. És most látjátok a tálcát, jaj de jó, édesanyám. Na várjál. Megoldottuk a problémát, remélem, hogy most... Hát de elnézést, tököz játékért, na mondom a csíos történetet. Szerintem még durvábban tele volt ragva ízével, édesítővel, vagy nem édesítővel, hanem inkább ilyen sóval, meg mindenféle szarra. Oszt izé volt, nagyon brutálize volt. Na nézek, hát jó. Szerintem az meg már beérett. Még mindig nem? Jó. Nagyon durva íze volt. És fú, akkoriban az összes pénzünket arra költöttük, hogy azon kívül, ami még megmaradt a játéktermekből, mert egyébként, ja, meg az másik, arról gondoltam, hogy csinálok egy ilyen vlog videót, hogy elmesélem, hogy mi, sőt, jó, őszinte leszek, most elmondom nektek. Aj, bocs, hogy nem a Farming Simulatorról beszélek, írjátok meg, hogyha inkább arról beszéljek, ne az unalmas hülye történeteimet mondjam. Emlékszem, a legelső videóm az nem tudjátok, hogy milyen volt, talán még meg is van, nagyon-nagyon izé volt, nagyon erőltetett, úgymond, nem tudtam beszélni normálisan. Arról próbált szólni, hogy milyen, hogy az én kockaságomnak a történetéről. Na és akkor beszélek arról, jó, egy kicsit. Nekem ugye, amikor én kezdtem, akkor gyakorlatilag nem voltak játékok, nem voltak számítógépes játékok. Erről tényleg egy vlogot kéne csinálni, gyerekek, mert iszonyatosan hosszú lenne. Jó,
Aj, nem, aj, nem hiszem el. Hadd ne kezdjek bele. Most meg már má érdekel benneteket, mi? Hát akkor még mindjárt mesélem. Ja, nem állok rajt. Azt nem hiszem el. Na, most. Elmegyünk akkor a izajér is, hogyha úgy van. Na végre, mennyi more! Akkor most már jövünk a izajével a gippe. Jó, hát ez pöröket az idő szerintem agyba főbe, mi meg akkor dolgozunk közben. Én elmondom nektek. Gyerekek, fogy a pénzünk keményen. Legelőször ugye, amikor én elkezdtem, amikor én játékfüggő lettem, számítógépes játékfüggő kocka lettem, akkor még nem voltak számítógépes játékok, hanem akkor az volt, esik az eső, beszarsz, figyeld. És nem fog aratni, jó, akkor már mindenki pörgetjük az időt, meg megyünk vissza, mind az őrült. Hanem akkor izé volt, volt egy olyan dolog, hogy lapozgatós könyvek. Na ki emlékszik arra, az tényleg írja le, mert most már tényleg érdekel. Főleg a kalandjáték kockázat könyvek voltak ilyenek. Steve Jacksontól és Young Livingstone-tól, nem tudom, hogy jól mondom-e. Na, ők voltak a nagy öregek, ők csináltak ilyet, az olyan volt a lapozgatós könyv, hanem interaktív könyv volt, gyakorlatilag olyan volt, mint egy számítógépes játék, különböző dolgokat kellett így. Olvastad a könyvet, és akkor mit tudom én, ilyen 30 soronként te döntöttél, hogy akarod folytatni. Például olyan volt, hogy most, mint hogyha kamionos szám, volt autósba is, na, mint hogyha itt megyek, mi le lenne írva, hogy mész az esőbe, a kamionnal, az üres, a trailerrel, mész a búzáért, esik az eső, átmész a sinál, elérsz egy ütközeszteződéshez, merre akarsz menni, jobbra vagy balra? És akkor, amikor ez megtörtént, akkor választotta, hogy jobbra vagy balra, akkor a különböző fejezetekhez kellett lapoznod. Például, hogyha balra lapoztál, akkor onnan folytatódott a sztori. Egy nagy kormánymozdulattal eltekered a kormányt balra, és elindulsz. A vége láthatatlan, úgy szakasz van, blablabla. Bla, bla. Na így zajlott magyarul, úgy folyamatosan, mindig, mit tudom én, két percenként te döntöttél, hogy folytatódik a könyv. Iszonyatosan durva volt, gyerekek, mert egy könyv ugye azért például nagyon jó, mert ugye azt te képzeled el, és teljesen úgy formálod ugye a karaktereket, a helyszíneket szinte, ahogy neked tetszik, és ugye ráadásul interaktív volt, azt csinálhatnád, amit akartál. Na, az nagyon berez volt akkoriban, azzal toltam én. Az volt gyakorlatilag ugye mondjuk úgy, hogy a számítógépes játékok elő egy ilyen leírt, egy könyvszerű izé volt. Na, most ez jó nekem? Fogadjunk, nem sikerült beállnom, hanem beszarok. Ilyen pont nem. Na, ez volt, és akkor azzal kezdtem. Az a következő lépés, az meg az volt, hogy ugye felfedeztük, hogy a helyi presszóba. A presszót azt úgy képzeld el, hogy presszó, nagyon brutál presszó. Mármint ilyen... műanyag lambéria. Igen, az a világos barna. Műanyag lambéria. Az a cementlap. Ilyen bordó, fekete és szürke változatai változtak. Csővázas szék. Bőrbori... Várjátok, ez jó. Hallatás. Bőrborítással. Ilyen, mint hogy rajtszegekkel lenne körbe egy rárakva. Fagyit, ha kértél, akkor választhattál üvegkehelybe és tölcsérbe. A fröccsöt, a bort, azt izéből mérték, mint hogy ilyen fagyis tégelyek, amik el voltak helyezve, vagy ilyen hengerekből mérték a pultból. Nem volt választási lehetőséged, fröccsöt ittál, fröccs volt. Ugye mi nem ittünk fröccsöt, mi felfedeztük azt a lehetőséget, hogy jaj, és te szóval viszem? Áj, stoj, gyerekek, nagyon duma a keeper. Outbreak greens. Mit nyomtam? Ez pont itt van, nagyon jó, akkor vissza kell fordulni, és akkor jó lesz. Felfedeztük, hogy vannak olyan játékautomaták, tudod, 20-es bedobod meg... Az igen. Na ezt már meg is csinálom, olyan érzében van. Ez király volt. Ez nem gondoltam, hogy így van. Na, és akkor voltak ilyen izék, rájöttünk, hogy vannak ilyen játékautomaták, amik fura jók nekünk. És ilyen arcade játékokkal kezdtünk el játszani, és az
az összes pénzünket beleöltük. Ez olyan ötödikes körömtől fogva volt, vagy talán még korábban is. És ugye azzal toltuk, PC nem volt. PC az Commodore 64 volt, nekem otthon nem volt egyébként, iskolában volt, de nem sok esélyt láttam rá, hogy játszatok vele. És ez miért nem akarja üríteni? Ja, mert a hátuljának. Úgyhogy ez így működött nálunk. Hát kemény volt. Kemény világ volt, gyerekek, akkor. Na most én elmegyek a bolthoz, azon gondolkoztam. És megnézzük, hogy a raklapokat be tudnám szórni ebbe. Viszont ahhoz kell, meg kell egy targonca. Úgyhogy ez már tényleg egy kicsit sok lesz nekem. Mindegy, elmegyünk balra-jobbra, aztán akkor valami lesz. Hány százalékon van? Az a baj, az meg iszonyatosan gyorsan telik. Úgyhogy megyünk haza szerintem inkább. Nyomunk egy egyéveset, ezt fordulunk meg a 21-eshez, fölcsapódunk. Ja, és akkor abba öltük a pénzünket. Ez eltartott úgy... középiskoláig, akkor is ugye csapattuk mindig a játékgépeket. Nem tudom. Nagyon-nagyon kevés az olyan arcade játék, amit nem ismerek. Tényleg nagyon-nagyon durván ismerem az összeset. Mai napig egyébként sokszor töltök le emulátorokat és játszok arcade játékokkal. Igen, és akkor utána jöttek ugye a 486-os, akkor a Pentium 1-esek, akkor a Pentium 2-esek, Pentium 3-osok, Pentium 4-esek. És igazából az első olyan konkrét gép, amit teljesen úgy vettem, hogy új volt és úgy használható volt, és nem csak úgy szanaszét lomokban volt, ez egy Pentium 4-es alapra épített Celeron volt. Egy hetes Celeron volt, ami nagyon régen volt. És azzal kezdtem el így komolyabban játszani. A komolyabban játszás az ilyen volt, mint ilyen nagyon régi stratégiai játékok. Akkor a GTA Vice City az akadt rajt. Nem emlékszem rá, hogy akadt. De nagyon imádtam az egészet. A GTA Vice City akadt. A Driver 3 is akadt, és szanaszét tuningoltam a rendszert akkoriban. Akkor abban az volt, hogy azt hiszem, hogy volt egy videókártya, nem is mondom a típus, mert igazából tök lényegtelen. Gyerekek, olyanokat műveltem vele, hogy egy az, hogy kapásból cseréltem a hűtőbordát rajt, egy ilyen részmagos nagy processzor hűtőre, nézőről beszélünk, egy videókártyára, egy ilyen hatalmas, brutál nagy hűtőt raktam rá. Csináltam egy ilyen légcsatornát, és egy 220-as ventilátor, tehát egy ilyen hálózati áramról, ami jött ventilátor, azzal nyomtam be a levegőt neki, és egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen 50-60%-os húzást csináltam a videókártyán, de ilyen már több mint másfélszeres volt, és nagyon durva volt, és ugye folyamatos hűtés kellett neki. Ahhoz, hogy a Driver 3-at emlékszem, tudjam játszani, ahhoz mindig ezt be kellett tolnom neki, ezt a nagy izét, tuning hűtőt, mindent, és fújta a ventilátor be a levegőt, vagyis jobban mondva, ugye tolta le a GPU-ról, a VGA-ról, ugye a videokártyáról, hát úgy tudtam vele játszani. Hát ez így működött. Anno, jaj, gyerekek, erről egy külön vlogot, vagy egy sorozat, nem is egy vlogot, egy sorozatot tudnék indítani, hogy igazából mindenről tudok egy sorozatot indítani, mert annyit tudok popázni, hogy ezt már szerintem elúgtak van tőle. Na figyeljetek, belpörgetünk ebbe, és a szalánkom, hogy ez meg beérik, és akkor már utána nem fogok esküvő belepörgetni az időbe, így, hogy így folyamatosan menjen. 28 ezer pénzünk van, meg fogjuk tudni venni a izét, csak az a nagy probléma, hogy kellene egy nagyon, most tényleg kellene egy nagyon olcsó traktor. Nem kellene egy nagyon olcsó traktor most. És már tényleg nem tudom, hogy mit tegyek. Elkutyavetjeltem a gépeimet, és igazából nincs nagyon lehetőségem a dolgokra, gyerekek. Elmondom, hogy mit szeretnénk, és akkor figyeljetek, inkább próbáljuk meg összedugjuk a buksinkat, ti, akik itt vagytok, hogy mi lenne a legjobb. Én figyeljetek, azon a földön szeretnék egy erdészetet csinálni, ugye az teljesen ingyen van, ugye a föld maga. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjam valósítani, ugye el kell ültetnem a fákat. Ha el kell ültetnem a fához, az kellene egy traktor. Ugye ahhoz a géphez függesztett szerkezet, tehát mindenképpen 3 pontos csatolónak kell lennie.
A Big Buddal valószínűleg nem ott fogok pörgölődni, úgyhogy azzal biztos, hogy nem fogom csinálni. Viszont, hogyha már veszünk egy traktort, akkor mindenképp jó lenne rajta, hogy legyen homlokrakodó. Tehát a monitor az kilőve, azt ne is írjátok, mert azon meg nincs három pontos. Úgyhogy kéne egy olyan gép, ami van három pontos és tud homlokrakodni is, és akkor azzal meg tudom csinálni, ugye fel tudom pakolni a raklapokat, azzal tudom azt csinálni, hogy esetleg ugye a fát is, hogy próbáljam be, akkora legyen, hogy a fát be tudjam rángatni vele, a legnagyobb fát is be tudjam rángatni vele az izébe, a darálóba. Na ugye egy ilyen traktort akkor gondoljunk ki gyerekek, próbáljatok megmondani, hogy melyik legyen az, és hogy mire lenne érdemes gyűjteni, és akkor az, hogy az a minimum traktor, érted, hogy az mekkora, melyik legyen, és meg is nézem, hogy traktorokat addig hadd menjen. Vannak ezek a kompakt gépek, én nem vagyok ezekkel kibékülve. Viszont a kompakt gépekkel akkor azt megnyerném. Gyerekek, ez el tud vonzolni egy fát? Úgyhogy berakjam a izébe a rakodóba, mert akkor ez tök jó, mert ezzel igazából lehetne dolgozni. Ugye ez vennék egy raklavillát, ez vennék egy röngvillát. Igen, vennék egy röngvillát, vennék egy raklavillát, és ez mi? Ez is röngvilla? Ez mi a szar? Ez mi? Ez micsoda? Meg ugye ezt is megvenném. Fákat, vák. Micsoda? És ez még fogja is. Viszont nem, ez fogja? Ez lehet, hogy fogja is. Na akkor vennék egy ilyet. Vennék egy GCBR nagyobbat. Szerintem ugyanakkora, csak ez lánclapos. Vagyis inkább gumiheveres. Meg akkor egy röngvillát. Szerintetek ez jó megoldás lenne? Ja nem jó, mert ezen nincs három pontos csatoló, tehát nem fogok tudni vele ültetni. Oppa! Na, egy csomóan már gondoltátok, hogy jó hát, azt közben meg nem. Na figyeljetek, traktorok. Mi az a minimum traktor, ami ugye megbirkózna ezzel a feladattal? Azt írjátok meg, nekem veszünk egy olyat. Kis fent. Iszonyat drága, basszus itt minden, 110 ezer. Erre meg azt hiszem nem lehet homlokrakodót. Ha jól emlékszem. Nem lehet. Úgyhogy ez kilőve, pedig ezt szeretem azt a gépet. Erre lehet? Fú, 700-as fent, 164 ezer gyerekek, ez az egész projektben lesz minimum. Most ahogy nézem, viszont ja, hogyha a homlokrakodó megvan, meg mind. Hát ez, jó, akkor kézzel kell döntenem annyi. Hát egy olyan, ugye 2 kilóba belefáj az egész projekt, de utána esetleg ezt a fentet le tudnám cserélni ugye egy poncra. Amivel ugye az a könnyebben tudom vágni meg berángatni, az egy jó dolog lesz, viszont akkor annyi, hogy a fentet akkor fel kell használnom valamire, ami nem tudom, hogy mi lesz. Viszont egy 700-as fent lehet, hogy az lesz. Írjátok meg szerintetek, mi lenne a jó, hogy mégis mire gondoltok, hogy szerintetek mi az, amit így megérné megcsinálni. Ja, mondom, most másik föld, az mi van vele? Szerintem az még nem érett be, nem? Az még nem érett be, fele már beérett. Ezt meg fogom várni az egészet, és akkor hadd menjen együtt az egész. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, meg bocsánat, hogyha olyan dolgokról beszélek, amik igazából nem nagyon aktuálisak. Főleg nem aktuálisak, mert ugye olyanról beszélek, ami volt 18 évvel ezelőtt. Na, tényleg köszönjük szépen a figyelmet. Jók legyetek, írjatok véleményt, hogy akkor mi legyen, mit vegyünk meg, hogy miről beszéljön a keeper a videó alatt. Sziasztok, jók legyetek!